Keresztben. Úgy. Kartondobozokból várat építeni, ez is az egyik feladat volt tavaly a pályaorientációs kalandőrület során. A 10 órán át tartó versenyt kifejezetten általános iskolás diákcsapatoknak írják ki, idén már harmadik alkalommal. A gyerekek reggel 8 órakor online kapják meg az első küldetés leírását, amit aztán teljesíteniük kell és dokumentálni. A csapatok megkapják a technikai hátteret, hogy mivel kell készülni a feladatra, illetve egy előfeladatot kapnak, amit még a játék előtt vissza kell küldeniük. Ez egy bemutatkozó videó, hogy mi is lássuk majd, hogy kikkel játszunk. Vagyis a nyolcadikos diákcsapatok egész nap videók és fotók formájában küldik be az értékelőközpontba a megoldásokat. A pályaorientációs kalandőrület aktuális állásáról már a kezdetek óta egész napon keresztül folyamatosan beszámolunk televíziónk Facebook csatornáján. Sőt, idén már az ahir.hu internetes oldalon is követhetőek lesznek az események. A nem mindennapi diákverseny ötlete a Tolnáért közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetőjétől származik. Varga Stadler Gábor azt mondja, a Tolna megyei foglalkoztatási paktum vezetőiként a fő feladatuk a foglalkoztatottság növelése, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy minél több fiatalt csábítsanak a megújult szakképzés irányába. Nagyon fontos volt az, hogy a jövőbeni munkaerő biztosítása azáltal, hogy a fiatalok válasszák a szakképzést, olyan pályát válasszanak, amelyek piacképesek és olyan mesterképzésekbe vegyenek részt, amelyek a mai modern világban a cégeknek nagyon fontosak. A pályaorientációs kalandőrületben résztvevő diákcsapatok, ahogy eddig is, idén is nagyértékű nyereményekkel gazdagodhatnak majd.